Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás augusztus 7-éig. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit üzennek a kártyák, szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy havonta, mindig úgy hónap végén megjelenik a hírlapom. Ez a hírlap ingyenes és megrendelhető e-mailen keresztül. Az e-mail címem dendera.medici@gmail.com. Ebben a hírlapban mindig van egy új téma, azon kívül egy havi asztrológiai előrejelzés. Minden hírlapban bemutatom a havi angyalt, és ami jó, azok, akik megrendelik a havi hírlapot, minden hónapban van egy kedvezmény fél áron. Ez egy jóslás asztrológiával együtt. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ez a férfi utal a férfiakra, vagy a te lelki társadra. Itt van a kártyalap szélén, eltekint a képektől, mert számára most minden olyan sok. A legszívesebben elrohanna az események elől. A feje fölött megjelenik ez a hegy. Ez utalhat természetesen hegyvidékre és egy kiruccanásra, de amit a hegy még jelent, hogy valami nyomasztja őt. Töpreng valami fölött. Hogy itt van nála a szerencse, amire ez a négy levelű lóhere utal, ezt ő még nem látja, hiszen eltekint a dolgok felől. Itt az utak utalnak a döntésekre, nála is és nálad is, hiszen mindketten elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Az utak jelenthetnek találkozást is, amikor az élet utatok kereszteződik. Ez olyan hirtelen jön, erre utal itt ez a kasza. És ami eddig átláthatatlan volt, hiszen megjelenik a felhő, a kasza elvágja a felhőt, tehát tisztázódik valami. Itt az egerek azt jelentik, hogy itt eltűnik valami. Hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek felfalhatják a kutyát, ami a barátságokra utal, tehát bizonyos baráti kapcsolatok lezárulnak. Azon kívül itt van ez a könyv. Ez jelenthet tovább képzést is, de jelenleg ez nem az ideális időpont most jelentkezni erre a továbbképzésre, hiszen az egerek eltávolítják ezt az ötletet, és ez a hegy jelenti a téli hónapokat. Indíts inkább a téli hónapokban. Amit ez a könyv még jelent, a titkok vagy a zárkózottság, ez lehet az ő zárkózottsága is, hiszen nem beszél a terveiről, eltekint a dolgoktól. De hamarosan nyilatkozik, hiszen az egerek eltávolítják ezt a zárkózottságot. A fának itt több jelentése is van. Egyrészt utalhat arra, hogy szeretnétek elfoglalni a helyeteket az életben, ahol le tudtok gyökerezni. Itt ez a munkára, a hivatásra utal, hiszen a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást, és itt vannak a szerződések, ez lehet egy munkahelyi szerződés, vagy kereskedelmi szerződések, és itt látható, hogy a halak megjelennek, tehát lesz nyeremény, sőt, itt van a nyilvánosság, az elismerés, a sikerek és a szerencse az anyagiakat illetően.
Amit a fa még jelenthet, egészségügyi témák alatta ez a torony lehet kórház is, és akkor a kasza úttal egy operációra. Lehet, hogy nem nálad, vagy nála, nem kell ettől félni, hanem valaki a környezetetekben. Mivel a felhő fél évet jelent, ez utalhat olyan betegségre, vagy operációra is, ami fél évvel ezelőtt történt. De itt lesz gyógyulás, hiszen az egerek eltávolítják a betegséget és a felhőt, azon kívül a kasza eltávolítja ezt a tornyot, a felhőt szintén el tudja távolítani, tehát elmúlnak ezek az események, és ha így van, akkor van itt a gyógyító erő látható, a szerencse is. Amit ez a torony még jelentett, hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, vagy valami visszatér az életedbe, amit átéltél fél évvel ezelőtt, vagy itt még ezeknél a dolgoknál valami átláthatatlannak tűnik. Itt pénzről, anyagiakról van szó. Ez lehet adóhivatal, lehet egy bírósági ügy, lehet bank is, de ahogy az események alakulnak, itt látható a siker, és látható a szerencse is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!